Na sziasztok, itt vagyunk a következő Retro Stars Pack Openingbe. Aki nem látta az előző részt, azt itt jobb felső sarokban lévő kártyára kattint, ha megteheti. Hát azért remélem, hogy most nagyobb szerencsénk lesz ebben a videóban, de én nem is húznám tovább a szót, inkább nézzük a lényeget. Van ismét 5 darab packünk, amit kinyithatunk, úgyhogy reméljük, hogy most már nem csak 25 pontokat kapunk, max 50-et, hanem most már 100 vagy annál többet is, mivel eddig 80 volt a legtöbb, amit kaptam. Nézzük, az első pack nem ad retro pontot, viszont 80 darab fénypontot kaptunk, ami már nem olyan rossz. Nézzük a következőt. Ez a pack sem fog adni retro pontot, és megkaptuk a szokásos 25 fénypontot. Oké. Okay. Következő pack sem megint, viszont 80 fénypont az elmegy. Már csak 2 packünk maradt, nyilván ebből sincsen semmi, csak 25 fénypont. Utolsó pack. Na végre ad egy retro pontot is ez a szar, hát nem igaz. Na jó, oké. Az érzés, amikor végre ad valamit, de az is a legszarabb. 30 fénypont, wow. Na jól van, srácok. Hát akkor van egy Fréza pontunk. Nézzük, hogy ad-e valamit. Gondolom teljesen használhatatlan, hát gondoltam 80-as és egy 85-ös. Na, Alessandrina az mondjuk nem rossz. Őt mindig is szerettem volna megszerezni. Csak, igen. Tehát azok már régi idők voltak, most már azért a játék vége fele nem biztos, hogy megéri cserélgetni a játékosokat. Hogyha 96-os verzióját kaptuk volna meg, akkor nagyobb eséllyel mondtam volna, hogy most akkor ezt most használjuk. Hát nem tudom, mi lesz még ennek a sorsa, majd még meglátom. És akkor ismét tudunk nyitni egy Team of the Season packet. Igazából azért csak ezt nyitom, mert igazából ez az a pack, amiben olyan játékosok vannak, akik nekem megfelelők lennének. Ebben van a legtöbb retro master, és a masterek közül is van egy Dybala, vagy esetleg egy Salah, akit úgy még használnék is a csapatba. És persze van eladható 91-es meg 90-es játékos is. A másik pedig ugye Team of the Year, amit még esetleg kinyitnék. Itt van egy Dehe, és igazából ennyi, akit használnék. És ez mondjuk csak 175 pont, de ebből sem jön neki a 2 pack, szóval maradjunk a tocnál. Pogbás offert meg azt úgy hanyagolom, ahogy van, tehát az semmiféleképpen nem írja meg. Jó. Oké, srácok. 88-as Milinkovic-Savic megint. Megint ez a legjobb. Jó, én kiégek, srácok. Én kiégek. Nem. Én ezt nem bírom idegek, ezt az eventet. Most jó van, srácok, majd 3 nap múlva. Esetleg talán. Na szóval itt vagyunk ismét 3 nap múlva, és egyébként, amint láthatjátok is a csapatomat, Alessandrinit végül betettem a csapatba, és hogy őszinte legyek, egyáltalán nem bántam meg, mert hát nála jobb játékos igazából nem sok van ebben a játékban, és most nem csak kizárólag az RM pozíciót vettem figyelembe, hanem tényleg. Tehát igazából egyik kedvenc játékosom lett így ez a pár nap, szám szerint 3 nap alatt. Úgyhogy erről ennyit, most pedig nézzük meg a csodálatos pekkeket, amik ránk várnak. Alig várom. Nézzük akkor az elsőt.
Azt mondja, hogy semmi, viszont 50 darab fénypont. Hát, ez is már csoda igazából, hogy nem 25. Következő pack, szintén semmi is, 30 darab. Jön a harmadik pack, adott egy retro pontot, illetve 50 darab fénypontot is. A retro pont pedig egy EOE, tehát End of Era pont. Olyat még nem is nyitottam. Bár elég sokat nem jutottam, mert hát, mint tudjuk, pontot nem igazán kapok. Következő pack, 80 darab fénypont, oké, elfogadható. És a mai nap utolsó ilyen packje, szintén nem ad retro pontot, de hát 25 fénypontot legalább azt kaptunk, hurrá, nagyon jó. Hát jól van, srácok. Igazából, hát szokásos kör, se nem jó, és ennyi, tehát nem jó. Nézzük meg, hol van, itt van az EOE packet. Hát most igazából nem igazán kell konkrétan senki. Kaká meg Pirlo az egyedüli, akit fel tudnék használni legalább rank up-ba. Többi az szó szerint egyáltalán nem jó neked, tehát na mindegy, nézzük. És nyilván nem adott semmit, Lucarelli meg egy Xavi Prieto. Ezt nevezem, ezt már nevezem. Van 320 darab pontunk, ami azt jelenti, hogy már megint nincsen elegendő fénypontunk 2 darab pack kinyitásához. Hát, ez vicc kategória, esküszöm, vicc kategória. De mindegy, nem érdekel. Ez van, srácok. Nyissuk ki megint a Team of the Season packet. Jobb ötletem nincsen. És nem ad semmit. Megint ez a szarrakás Milinkovic-Savic. Én nem, egyszerűen azt se értem, hogy miért csinálom még mindig ezt a fosrakás szar eventet. Egyszerűen nem értem. Kínlódok ezzel a szarral. Lejátszok több száz meccset ezzel a fos, csaló, szar vésattakkal. Így szenvedem magam. Erre kapok érte egy ilyen hányinger. Na mindegy, srácok. Hagyjuk a témát, engedjük el. Le van szarva. Ez játék, ez egy fos. Na jó, van napi rage, az így megkapod. Hát srácok, nem. Én ezt nem értem. Na mindegy, hogyha szeretnétek még részt, akkor lájkoljátok a videót. Megmondom őszintén, én nem nagyon szeretnék. De mondjuk tök mindegy, mert már alapra van elég pontom a következő refreshre is, szóval hogyha akarjátok, akkor felveszem videóra. Lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és majd találkozunk egyszer. Na sziasztok!